több ezer autó halad át naponta ezen a csomóponton. A mindennapos dugó okozta sor sokszor az autópályánál. A nagyáruház áruház melletti körforgalom bővítése évek óta húzódó projekt. A több mint 3 milliárdos fejlesztés idén indult volna. A tervek és az engedélyek is rendelkezésre álltak. Ám a háború miatt kialakult gazdasági helyzet miatt a kormány úgy tűnik, mégsem ad egyelőre támogatást a beruházásra. Mint ahogy elhalasztják az intermodális csomópont építését is, Utóbbinál az indok az, hogy a kivitelezési közbeszerzést eredménytelennek nyilvánította az állam, mert az eredeti elképzelésekhez képest túl magas árajánlatok érkeztek csak a pályázaton. Tárgyaltunk Lázár miniszterúrral, úrral, és abban maradtunk vele, hogy megpróbáljuk műszakilag több részre szedni, és megnézni, hogy esetleg részelemei megvalósíthatók-e. Ebből nekünk a legfontosabb az a vasút melletti, a Vasvári Gimnázium mögötti területen kialakítandó többszintes parkoló, házépítése lenne, emellett pedig ugye a mártirok átkötése az új sor irányába, ami ugye a déli összekötő meghosszabbításában aluljában egy nagyon jó déli útkapcsolatrendszer tudnak kialakítani. Hogy erre lesz-e pénz, illetve mikor áll majd az rendelkezésre, most még nem tudni. A folyamatban lévő beruházások viszont egyelőre folytatódnak. Így nem áll le a kórház új tömbjének építése, és folytatódnak a campus program részeként az iskola felújítások is. Ugyanakkor megépül a kőtár a köztársasági mozi helyén, és a több tízmilliárdos multicsarnok építése is folytatódik. A multicsarnokkal kapcsolatban a legalább ennyire fontos közlekedési fejlesztés is zajlik, hiszen a budai utat az albaipari zónával ennek keretében ben kötjük össze egy többsávos úttal, ami azt teszi lehetővé, hogy az eddigi egy irányból megközelíthető ipari park most már mindkét irányból elérhető lesz, és a tömegközlekedést is ki tudjuk a másik, tehát a budai úti irányból is alakítani. Ez ugyanúgy sok ezer embert érint, ráadásul egyébként ez sokkal több fehérvári érint. Tehát nekünk azt gondolom, hogy ez kiemelten fontos fejlesztés. Én abban bízom még egy hogy Zosan körforgalom tekintetében egyébként a közbeszerzési eljárást hamarosan meg fogjuk tudni indítani. Ezzel kapcsolatban Fehérvár polgármestere telefonon egyeztetett a kormány építési és beruházási miniszterével. Arra a kérdésre, hogy mikor válhatnak a most elhalasztott projektek újra aktuálissá, Lázár János azt mondta, ősszel egyeztessenek majd újból a beruházások sorsáról.